Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő ezen a héten pénteken 8 órakor megnyitja kapuit. Nyitáskor az uszoda, az ifjúsági élménymedence és a kültéri gyermekmedence üzemelhet. Nyitástól a gyógymasszázs, az iszapkompressz kezelés és az elektrofizioterápiás kezelések vehetők igénybe a lenti feltételekkel. A veszélyhelyzet időtartama alatt az NNK nem engedélyezi a töltőürítő medencék, gyógyvizes medencék üzemeltetését. A pünkösdi nyitást is tesztüzemnek kell tekinteni, jegyezte meg az elnök. Hozzátette, az egészségügyi előírások járványügyi óvintézkedések miatt fajlagosan megnőnek az üzemeltetési költségek, többletmunkaerőt, eszközvásárlást igényelnek. A pontos és részletes, minden fürdőre kötelező érvényű üzemeltetési feltételek megérkeztek a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, NNK. Fontos szabályokat kell betartani. A felére korlátozódik az egy-egy fürdő által fogadható vendéglétszám, így minden fürdő nagyjából a normál kapacitásának, befogadó képességének a felével üzemelhet. Az új előírás szerint egy főre 4 négyzetméter vízfelületet kell biztosítani minden szabadtéri medencében. A szabadtéri zöld felületeken pedig 16 négyzetmétert kell biztosítani. A szolgáltatások közül kizárólag a szabadtéri medencék nyithatnak meg. Ahol megoldható, ott a sorbanállás elkerülése érdekében online jegyvásárlást javasolnak. A fürdők pénztárainál felfestéssel kell jelölni a betartandó távolságot, és a lehető legtöbb pénztár megnyitására törekednek a várakozás elkerülése érdekében. A pénztárosoknak kesztyűt, szájmaszkot vagy plexi védőfalat biztosítanak majd. A beléptetésnél kézfertőtlenítőt biztosítanak a vendégeknek. A belső vendégforgalmi részeken kötelező rendszeres fertőtlenítő takarítást végezni, a kilincseket, korlátokat, villanykapcsolókat, vizes blokkokat óránként takarítják, fertőtlenítik. Az élményelemek közül üzemelhetnek a csúszdák és azok, amelyek nem járnak vízfelszín feletti hatással, légbefúvással, például a zuhatagok, nyakzuhanyok nem működhetnek. Az örvények, sodrófolyosók működhetnek. A gőz és szauna létesítményeket nem lehet megnyitni. A gyógyvizes medencék és termálmedencék nem nyithatnak meg, közöttük azonban megnyithatnak azok a medencék, amelyeknek engedélyezett fertőtlenítőszer adagolása van.